Üdvözlöm Önöket! Ismétem egy Gigabyte GA 3800NS alaplapra egy Ubuntu Mate 19.10-es Linux distro lesz feltelepítve, hogy is kell kezdeni. Legelsőnek fel kell kapcsolni a képet. Ami az F12-es pillentyűzetet, kiválasztani a kívánt bootolható flash-t, ez a merevem, ez a verbatim store and go, következő meg a bootolásra basszant TKMS flash disk, és akkor itt van ilyen, hogy legessenek default, lehet feltelepíteni, telepítőbe rögtön bemenni, vagy pedig grafikussal. Live rendszert el fogja indítani, és ottan, ha tetszik, akkor fel lehet telepíteni, ha nem, akkor meg nem kell telepíteni. Előző Lubuntus verszó kicsit bugos volt, 10 perc után automatikusan mindig megjelent a képernyővédő, talán itt ez a hiba nem fog jelentkezni. Nem a hibát javítani egyszerű, legegyszerű másikra váltani, rugalmasság. Vagy nem stimmel, mert a live rendszeret megnyitva, és mégis az installáció jelent meg. Rá kell menni, hogy folytatás, angolint jelent, mint a continue, kellett választani a nyelvet, el lehet olvasni, hogy miket, milyen újításokat tartalmaz. Kellett választani, hogy ugyanaz, mint a többiné. Kellett választani, hogy milyent is akar. Le kell frissíteni a telepítés közben, vagy ne legyen frissítve. Lehet, hogy a minimálisat. Akkor tovább kellni rá, hogy next, vagyis folytatás, continue, és kéri felkínálja azt, hogy fel legyen telepítve rá a frissítések, de nem kell, a frissítés majd később lesz rá róla szó, mint gyorsan legyen a telepítés. Percig fog tartani neki. Eléggé lassú TKMS flash disken van a telepítője. Kb. Olyan USB 10 megabites olvasási sebesség, meg 2 megabites az írás neki. És akkor itt van, amit is akarok. Ki lehet választani, több módszer van rá. Az egyik itten, hogy
le is találni az Ubuntu 19.10-át, vagy pedig manuálisan ez a haladóknak való van, amit felkínál, ami automatikusan nem azért, mert hozzá létre, hogy is hívják a swap diszket, kisebbet lehet majd felhasználni a 20 GB-os flash RAM. Ha számítógépben van benne 6 GB RAM, annyi swap helyet hoz létre. Azért jobbik megoldás, ha valaki netán egy 20 GB-os flash-re telepíti fel a rendszert, manuálisan állítani. Rajta. Jó. Hát indítani. Miért nem akarja megengedni ez a telepítő? Valami hibát adott ki rá. Hibás lehet itt, így nem lehet ezt feltelepíteni. Köszönöm a figyelmeteket ismétlen, szevasztok!